A barátkozás civilizált dolog. Védés dat szövetség, mit tudom én. Itt nem volt soha háború. Tanítani kell, mert senki nem érti. Egész évben teremnek a fák, a napfény, a tenger ingyenesek. Mire szövetkezzen az ember mi ellen? Akinek pedig nincsen ellensége barátja se lehet. Erre persze nem jön rá senki egyik napról a másikra. Az ójonnan érkezettek például felszokták keresni a régieket elmondják honnan jönnek, felsorolják a terveiket. A régiek figyelmeztetik őket, hogy a vizet forralni kell, és az ágyasát nem kell feleségül vennie senkinek. Ezzel kiismerülnek a témák. Ülnek egy darabig a ventilátor lomhaszárnya alatt. Nincsen más mondani valójuk. Az ég ólomkorongja alatt hullámzik a meleg. Eddig még mindent egyedül csináltam. Nem tartottam igényt senkire. Most azonban a negyedik év elején megbojdult körülöttem a világ. Valaki felfigyelt rám a fedélzetem. Éppen megszületett a lányom, amikor díjat nyert a sziget. A hír mellé egy párizsi kiadó is küldött egy hosszú levelet. A babérkoszorút ötödik György dísztermében adta át André Moroá és 16 virágzó cseresznyefa állt az eseményhez sorfalat. Jelen volt az egész francia irodalmi élet. Valószínűleg én voltam a szálában az egyetlen idegen. A régi ház alaksorában ütöttem fel a tanyám. Apránként hónapról hónapra visszavásároltam a könyveimet. Anya minden este megfőzte a másnapi ebédet, nem idéztek már be sehová. Kezdtem megszokni, hogy ezentúl Itthon maradok. Azután, október 23-án megmozdult a föld. Ez az én boldog korszakom pedig egyik napról a másikra véget ért. Mentem én is, vonultam a többiekkel az utcán. Akkor útközben vált végérvényesen a hazám már ez az ország, társaim már az emberek. Minden, igen, minden idefűzött. Gyergyai bácsi és Füstmilán, apa tolókocsia, a tankok és a buszok, itt kellett maradnom, ha volt bennem egy fikarcnyi becsület. És mégis el kellett mennem hatörik, ha szakad. Húsz éves voltam, tudni akartam, mi van oda Sokáig azt hittem, hogy életem legnagyobb elhatározása az volt, amikor felkerekedtem és nekivágtam a világnak. Hogy bármit tartogat és még számomra az élet, ennél fontosabb már nem történhet velem. Ma már tudom, elmenni nem nehéz. Időről időre mindenki felszámolja a régi dolgokat. Az igazi nagy elhatározás a hazatérés. Erre már igen kevesen szánják el magukat. Ezeknek is csak ritkán sikerül a dobás. Visszatalálni talán nem is lehet. Tény, hogy az irodalomban nincsen meggyőző példa rá. Amint Honi földre lép, az itakai hajós története véget ér a toszkánai pedig még csak útnak sem indult Firenze felé. Arról, ami elveszett, úgy látszik, csak álmodozni lehet. Pedig hazatérés nélkül nem teljes akaland. Ez a legfontosabb, a perdöntő fejezet, ami egy ember életének ért.